Hello, sziasztok! A mai videóban, vagyis hát most a héten három videót akarok nektek felvenni, és négy lesz belőle, az IFL Facebook csoportjában, ugye ahol a pénzügyekről szoktunk dumálni, a fejem az így jó lesz, ahol a pénzügyekről szoktunk dumálni, ott felhoztatok nekem egy... Várjatok, ez így nem lesz jó, most jobb lesz. Szuper, felhoztatok nekem egy negyedik témát is, amiről kéne beszélni, és hogy ez kapta a legtöbb szavazatot, hát, beadom a derekam, az első videó a héten, ami egyébként most vasárnap, és már most ki is lövöm, mert érdekel, mit szóltok hozzá, az ez lesz. A kérdés pedig az, hogy projektáljunk, mi lesz, ha beüt az eddigi legnagyobb gazdasági világválság, zörög a haraszt. Három fő téma köré fogom ezt az egészet felcsavarni, de a nulladik témánk az nagyon egyszerűen, én ezt így elhesegetném, hogy valószínűleg nem lesz itt minden időkre nagyobb gazdasági válsága. Ugye 2008 sérültjei vagyunk, akkor egy brutális válság söpört végig, ami a egzisztenciánkat súrolta, egzisztenciás válságba lökött minket. Azt sokan elfelejtették, hogy legutóbb ilyen válságra 1929 és 31 közé tehető, tehát addig kell visszamennünk, tehát az elmúlt majdnem 100 évben, attól függetlenül voltak válságok, nem voltak ekkorák, és nem valószínű, hogy minden periódusban, minden válságos periódusban egy újabb rekordra fogunk elérni, az nagyon ciki lenne. Na, tisztázzuk, hogy válság természete, mint első pont, mert ugye átlagos emberként hajlamosak vagyunk a válság természetéről megfeledkezni, illetve hát egy ilyen aluldisponáltan véleményezni, pedig ez nem jó. 2008-ban ingatlan válság volt, az egész természete az ingatlannal kapcsolatos volt, és ezért rezgett meg a világ és a te életed is. Mindegy, a következő folyamatokról ne beszéljünk. Az ingatlan természete, vagy ingatlan, bocsánat, a válság természetével kapcsolatban nekem két fő gondolatom van. Én két dologtól tartok, semmi mástól. Most attól, hogy most itt háborúzgatunk, nem, én azt gondolom, hogy a modern ember, tehát ugye a Föld bolygónak egy jelentős része, tehát Nyugat-Európa, Európa, de még talán Oroszországnak egy része is, Amerika, Észak-Amerika ugye, tehát itt nagyon sok olyan gazdasági és katonai hatalom van a világon, akiknek a lakosai hozzászoktak a jóléthez, és hozzászoktak ahhoz a szabadsághoz, hogy bátran tudunk oda menni, ahova szeretnénk, azzal kommunikálni, azt átélni, amit szeretnénk, és ez sokkal erősebb szerintem, ez az alapvető emberi igény, mint az, hogy háborúzzunk egymással. Tehát ilyen értelemben én egyre kevésbé félek attól, hogy direkt módon fogjuk egymást így elpusztítgatni. Még ott Közel-Keleten kéne valamit csinálni, meg Afrikába is, akkor már jók vagyunk, de Afrikába is több ország nagyon komolyan fejlődik, és elkezdődött a polgáriasodás, ami ennek az életkultúrának az alapja lesz, hiszen ha mindenki megtapasztalja azt a fajta minimális jólétet, minimális életkörnyezetet, amiben például, amihez mi is hozzászoktunk, akkor már nem lesz igényed arra, hogy te menjél háborúzni. Viszont mitől félek, az a klímaválság, és a klímaválsággal együtt érkezni fognak, és már érkeznek a klímamenekültek, és ez gyakorlatilag a legfontosabb, legnagyobb problémánk, és a következő válságot ez okozza. Ugyanis, hogyha gondolj nagyon egyszerű dologra, például nézzek, feltűnt neked, hogy már több mint másfél éve nincs a boltokban sóska? Nem tudod, ez a fagyasztott sóska? Én onnan tudom, hogy nagyon szeretem, baromi jó receptem van hozzá, és nem tudok már másfél évet csinálni. Jó, nyilván még a iglónak maradtak ilyen maradványai, csak mondjuk 6-700 forintért nem fogok venni egy dobozt, bár lassan már rákényszerülök, de én a Lidl Aldi tengelyen nagyon szerettem ezeket a 2-300 forintos megoldásokat, tök jó cuccot tudtam becsinálni, és nincsen. Most nyilván van, lehet, hogy csak már ez a szezon nem sikerült jól, de lehet egy túlmutató történet is, amikor egyszerűen növények nem fognak úgy teremni,
Kevesebb növény lesz, kevesebb élelmiszer, ezt már tapasztaljuk. Mert oké, hogy nekünk itt az osán meg bármi madaras Tesco és van kaja, de higgyétek el, hogy a föld nagyobb részén ez nem így működik. És egyre nagyobb területeken ez nem így fog működni. És annyira élhetetlenné válhat a földbolygónak a jelentős része, hogy az emberek választhatnak. Vagy elindulnak felénk, ugye, vagy tehát a lakható zónák felé, vagy pedig meghalnak. És nyilván el fognak indulni, és ez nem egy embert, hanem 100 milliókat érint. 100 millió ember, vagy több, sokkal több. Ezek meg fognak indulni. Én ettől félek, mert nyilvánvalóan minden területnek van egy kapacitása, amit amilyen embert be tud fogadni, és onnantól kezdve viszont lehet, hogy háború lesz. Pontosan azért, mert akik a zónán belül vannak, és akik a zónán kívül, azok be akarnak jutni, a bentiek nem akarják őket beengedni, mert nem tudják, mert nincs hely, nincs erőforrás. Ez egy nagyon komoly válság lehet. Erre például megoldást nyújthat, és a gazdagabb államok erre nagyon komoly pénzeket szánnak, hogy technológiával küzdeni az éghajlatváltozás ellen. Például pont olvastam, hogy Kínában van ilyen startup inkubátor, és lényeg az, hogy most éppen olyan szabadalom van, hogy salátát tudnak egy ilyen mesterséges zöldházba készíteni, és ezt el akarják Közel-Keletre adni, ezt a technológiát. Tehát, hogy ott helybe tudjanak készíteni, attól függetlenül, hogy nem olyan az éghajlat. Ez lehet a megoldás. De mindenféleképpen probléma. Mint ahogyan a probléma lehet az is, hogy egyre több olyan időjárási tényező keletkezik, ami gond lehet. A másik a robotikának a kérdése. Egyre jobban tehát egyre több ember van, de egyre kevesebb munkahely. Oké, ez most nem Magyarország, de igazából belegondolsz jobban, Magyarországos nagyon sok munkahelyet ki fog lehet a jövőbe váltani robotikával. Mesterséges algoritmusok bőven elegek lesznek önkormányzati ügyintézésekhez. Hiszen semmi más nem csak az önkormányzati ügyintéző, mint egy betöntött munkás, aki gyakorlatilag a szabályok tudatába ad megoldást, és megmutatja, hogy mit töltsék ki. Ezt egy mesterséges intelligencia már ma tudja egyébként. Ugyanígy akár egy pénzügyi tanácsadó is bizonyos szintig, amikor nem stratégiai alkotás van, bár már ott is, egy mesterséges intelligencia tudni fogja, ki fogja váltani a munkánkat. Ugyanígy egy gyár összeszerelő, egy BMW összeszerelő műhely is ki fogja váltani, hiszen lehet mindent automatizálni. És én ettől félek, hogy egyre többen leszünk, mikor az egyre kevesebb munka lesz. És ez egy nagyon komoly kihívás lesz, hiszen az emberek, hogy mi lesz az emberiséggel? Két irány lehet. Mert nyilvánvalóan mindenki profitorientált, minden cég. Higgyétek el, amint meg lehet tenni, azonnal ki fogják váltani a munka, a drága és megbízhatatlan munkaerőt, hiszen az ember az beteg is lehet, családja is van. Egy stabil, fix automatizmusa. Csak az a baj, itt két irány lesz. Vagy bevezetjük az alapjövedelmet, és máshogy tekintünk a civilizációnkra, és alapvetően elengedjük ezt, hogy az embernek ott kell állni a műhelybe, hanem helyette más feladatokat találunk neki, és így tud megélni. Tehát egy más szintre emeljük, amit ember és munka kapcsolatáról gondolunk, vagy pedig egyszerűen elszegényedik a világ. Hiszen a legtöbben hajléktalanság sorsa fognak jutni. Nyilván ez most két véglet, és kettő közt lesz valahol az igazság. A második pont, ugye egy nagy jön a gazdasági cunami, életünkre vetítve ez mit jelent, hiszen téged ez érdekel. Téged nem érdekel az, hogy Ázsiában mi lesz, Afrikában mi lesz. Téged elmondom, mi érdekel, legyünk őszinték, a lakhatásod, a családod és a munkahelyed. Téged ez a három dolog érdekel. Ha jön a válság és a lakásod nincsen veszélyben, ha a családodnak tudod biztosítani az alapvető élet színvonalat, amit elképzeltél, és a munkahelyedről se rúgnak ki, akkor te átvészelted nagyjából a válságot gond nélkül. De visszacsatlakozunk az első ponthoz, hogy tehát én nem azt a fajta válságot várom, ami nagy válság jön majd, az nem az a fajta lesz, ahol a anyagi javak fognak küzdeni egymással, ahol bedőlnek anyagi javak, ahol jön majd az autóiparválság, ugye Németországban nem ez lesz a válság, mert ezen túl tudunk lendülni. Ami nem tudunk túl lendülni, az az, hogyha a mesterséges intelligencia és a robotika a fejünkre nő,
mert az visszafordíthatatlan. Azon nem fogunk tudni túllendülni, hogyha az éghajlat összeomlik. És nem lesznek rá technológiai megoldásai. Ez én ettől félek. Az, hogy most érted, jön egy válság, bármilyen, mondjuk autóipar válság beférkőzik Magyarországra, és na bum, mi van? Ettől nem férnek a helyetbe, hiszen jelenleg még olyan szintű munkaerő hiány van a piacon, hogy nagyon sok szakterületen, hogy majdnem, hogy lesz alkalmad arra, hogy fél perc alatt elhelyezkedjél. Tényleg ez a nagy igazság. Ha nyitott vagy arra, hogy új területekre menjél. Tehát nem az a fajta válság jön, ezt hangsúlyozom. Szerintem, amit te válsz, amire te gondoltál. Na, hát ugye igen, csak a kettő keresztmetszete. Nagyjából ez, hát erről beszélek, hogy mi a keresztmetszet, az életünkre vetített hatás. Igen, én inkább azt mondanám, hogy az a megoldás, hogy készülsz. Én folyamatosan készülök arra az időszakra, amikor már olyan pénzügyi tanácsadó, mint én, tehát aki tud neked segíteni például egy hitelfelvételbe, és tudja közvetíteni a terméket, tehát részt tudok venni a mindegyes munkafolyamaton, hogy te megkapd a hitelt, én készülök arra az időszakra, amikor ezt már ki fogják váltani. Amikor ez már nem lesz. Készülök arra, amikor már nem lesz az, hogy biztosítást köthetsz általam. Én már készülök a saját területemen, és emiatt elkezdtem különböző egyéb készségeket megszerezni, hogy bármikor át tudjak váltani egy másik szakterületre, vagy egy hibrid megoldás. Lényeg az, hogy ne legyen hosszú idő a két átmenet között. És mindenkinek ezt javaslom, hogy ne kényelmesedj el a jelenlegi helyzetedbe, legyen egy B meg egy C terved. Legyen, mert hidd el, egyszerre nem fog minden automatizálódni, de jönnek sorba, és legyen lehetőséged fontosan tovább lépni. Ez ekkor fogod tudni az életedet megmenteni. A éghajlattal meg nem tudunk mit kezdeni. Magyarország az jó helyen van alapvetően, tehát itt a természeti adottságaink miatt. Mi aztán, tehát mindig azt mondom viccesen, ami nem is annyira vicces, hogyha itt a tengerszint, óceánszint megemelkedik, kb. Magyarország az utolsó, aki elsüllyed. Most egy nagyon erős túlzásra és földrajz ismeretek nélkül. Ez van, nekünk van nagyon, nagyon értékes ivóvíz készletünk, amit egyébként ez engem megrémiszt, hogy azt nem tudom, mennyire tudjátok, hogy milliárd gallon számra visszük ki a közel-keletre a vízünket. És ez egyszer csak el fog fogyni, már pedig ezzel kéne sáfárkodnunk nagyon, mert ez lesz az igazi értéke az országnak. Jó, írd meg kommentben, hogy te mit gondolsz, hogy mi miatt lesz a következő válság, hogyan lesz a következő válság. Tetszett a videó, lájkold, ezzel tudod jelezni, hogy létezel, hogy megnézted a videót. Nagyon örültem, szép napot, sziasztok!